hogyha leesik valami, akkor nem azonnal megállsz, hanem szépen lassan ott hagyod, majd felvesszük, nehogy a többieket feltartsd, jó? Erre nagyon-nagyon figyelj! Még egy utolsó eligazítás, aztán indulhat is a túra. Kerékpáron barangolták be a Bereget, csütörtökön ezek a fiatalok. Törökszent Miklóson érkeztek meg vasárnap, és a Beregdaróci 7 csillag üdülő központban pihennek a Tiszántúli Református Egyházkerület örökségünk táborának keretében. A hatnapos programok során megismerhetik azt a gazdag örökséget, amelyet a természet, a kultúra, a művészet, a történelem és az egyház biztosít ezen a vidéken. Ennek a programnak éppen az a célja, hogy az örökségünk tudatában erősítse meg bennünket, amelyik nagyon gazdag, és az Úristennek köszönjük, hogy egy ilyen világ vesz bennünket körül. Hogyha az ember otthon marad, akkor nem lát semmit, illetve a négy falat láthatja, ha kimozdul, ha kimer mozdulni, akkor pedig ilyen csodákban lehet része, ami a teremtett világnak a csodája. Ez egy olyan küldetés, amit szószékről a templomban nem lehet átadni, csak természet közelből, tette hozzá a püspök, aki családjával maga is két kerékre pattant. A programot bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón a megyei közgyűlés alelnöke is azt emelte ki, hogy érték, örökség, összetartozás mind egy helyen található meg ebben a térségben. Amellett, hogy egy aktív pihenésnek a részese, hiszen kerékpárral, vagy akár gyalog, vagy akár mondjuk egy más fajta szervezett közlekedési eszközzel meg tudják közelíteni azokat a helyszíneket, amelyek itt a térségben kiemelkedő jelentőségűek, legyenek azok templomok vagy más örökségi helyszínek, és kapnak egy olyan üzenetet, egy olyan értéket magukkal, amelyet magukkal tudnak vinni. A 2023-ig tartó program Beregdaróc mellett Tivadarban, Debrecenben és Beregfürdőn is zajlik, ahová évente összesen 1000-1200 táborozót tudnak fogadni az egész Tiszántúl területéről. A 35 és 50 fős táborok során nagy hangsúlyt fektetnek az esélyteremtésre is. Általában a jelentkezést ahhoz kötjük, hogy a csoportoknak a 25%-ának hátrányos helyzetűnek vagy sajátos nevelésű igényű gyermeknek kell lenni, amely egyébként igazolható módon, tehát meg kell lenni azoknak az igazolási módoknak, amivel rendelkeznek ezek a gyermekek. Így tudjuk azt biztosítani, hogy egyrészt ezeket a gyermekeket kimozdítsuk azokból a közegekből, ami nagyon sokszor az esélyteremtést igényli. Tehát látjuk egész egyszerűen azt, hogy például egy nevelőszülős család, vagy nevelőszülős lakásotthonból érkező gyermek számára mit jelentenek ezek a táborok. A szervezők tapasztalatai szerint az aktív kikapcsolódás vonzóbbá teszi a térséget a fiatalok számára, mintha busszal járnák az be. Erről a 40-50 kilométeres kerékpártúra, vízitúra, túron, hagyományőrző programok és közösségfejlesztő játékok gondoskodnak. A kenutúra tetszett a legjobban, mert szeretem a vizet és a természetet, és így pont a kettőnek az egyességét élhettük át. Sok gyerek életében először jár ezen a vidéken, de többen közülük később is visszatérnének ide. Szerintem nagyon szép ez a hely, és szerintem lehet róla szó nyilván, hogy visszatérünk, és tényleg annyira jó, hogy ki lehet szakadni az otthoni dolgokból, és így el lehet vonulni ide. Egy teljesen más hely. A program egy közel 600 millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően valósul meg a táboroknak otthon biztosító 4 református üdülőközpontban, ahol infrastruktúrális fejlesztésekre is sor kerül. Itt Beregdarócon megújult a belső tér, és több szobát is kialakítottak, ezzel már mintegy 70 főt tudnak itt elszállásolni. A beruházástól azt is várják, hogy Beregdaróc az örökség és kerékpáros turizmus egyik központja lehet a jövőben.